Úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma erre a mini kis átadó műsorra. És szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy egy nagyon jól sikerült kulturális est után gyorsan még van energiájuk az évvégi teendők előtt a mai kis rendezvényünkre is. Sokat jelent, de nekünk óriásit, és nem csak a 400 ezer forint és a magas ágyások, hanem ami mögötte van. És a Siklósi Tesco-ban volt családi kötődésünk, a Benes és Danikának a nővére, Niki volt az, aki segítette az adománygyűjtést, úgyhogy én szeretnék egy jelképes el nem elvadó virágot adni neked. Köszönöm szépen, Lovas Norbert, a Begedeki polgármester úr, aki első között volt, felajánlott a segítségét, és a magas ágyásnak a föld beltartalmát adományul adta számunkra. És további adományok is érkeztek. A Lipai önkormányzat adományul adta a magas ágyás aljául a régi téglákat, itt ez is nagyon fontos, hogy idő előtt azért ne menjen tönkre. Az Agrolipo ZRT ide küldte, a gyerekek nagyon örültek töri órán is, inkább az ablakban nézték volna a Manitút, ahogy tereprendel is elviszi a régi ágyukat és leveleket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 400 forint nagyon
jó helyre került, de ami mögötte van, az még többet ér, hogy egy közösség fontosnak érezte Lipó is környéke, hogy itt a gyerekek kapjanak valami pluszt is. Én köszönöm szépen mindenkinek! Gyerkétesen vágja át azt a kis szalagot, amit a kisdiákjaink tartanak, hogy birtokba vegyünk, de utána a gyerekek majd meg fogják mutatni, hogy ki mit veteményezett a saját maga kis magaságyásába.